Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr! Elfogadom válaszolónak, de nyilván tudom azt, és ön is tudja, hogy ez, amiről beszélni fogunk az olimpia, elő most menekül a kormány, hogy ezekre választ adjon. Nem szeretném, hogy heteket csúszson ez a válasz, ezért teszem föl mégis. Kormány megpróbál ugyanis úgy tenni, mint a semmi köze nem lenne a budapesti olimpiai pályázathoz. Az bizonyára önök is értesültek róla, mindenki értesült róla, hogy 260 ezernél több budapesti lakos jelezte, hogy nem akarja, hogy egy ilyen fajsúlyú kérdésben a véleményük megkérdezése nélkül döntsön a kormány. Ez a 266 ezer aláírás alig 70 ezerrel kevesebb, amit a jelenlegi kormánypártok leadtak a 2008-as népszavazási kezdeményezők során, pedig akkor nem csak Budapesten, hanem az egész országban gyűjtöttek. Tehát olyan akarat, amit sem a kormány, sem a főváros nem hagyhat figyelmen kívül. Önök úgy tesznek, mint a kormánynak semmi köze nem lett volna ehhez a pályázathoz, igencsak gerinces módon a főpolgármesterre kenik az egészet. A kormánynak joga és kötelessége lett volna saját hatáskörében népszavazást kezdeményezni, még a pályázat beadása előtt. Igenis a kormány döntése volt, hogy nem kérdezte meg az embereket, hogy akarnak-e Budapesten olimpiát. A kormány döntése volt, hogy népszavazás nélkül elkezdték szórni a pénzt az olimpiai pályázatra. A kormány gőgös magatartása miatt súlyos milliárdokat dobtak ki az ablakon. 2016 évvégére meghaladták azt az összeget már, amit összesen előkészítésre lehetett volna szánni. Azt gondoljuk, hogy a kormány hibázott, amikor az emberek háta mögött akart olimpiát rendezni. Kérem, miniszter úr, válaszoljon, mikor és ki döntötte el pontosan, hogy a kormány nem kezdeményez népszavazást olimpia kapcsán, meg tudják-e mondani, hogy eddig pontosan hány forintot költöttek olimpiai pályázatra, mekkora az összeg, amit megspórolhattuk volna, és hogyha már itt tartunk, ezután a kudarcok után nem gondolja el a kormány, hogy egy másik az emberek által nem támogatott 1000 milliárdos pénzszórásból és meg kellene kérdezni az embereket, ez pedig a Paksról kezdeményezett népszavazás, amit szeretnénk, hogyha önök elindítanának. Előre köszönöm a választ. Köszönöm szépen. A válaszra megadom a szót Simicsko István honvédelmi miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, tisztelt képviselő úr. Ötödik ciklusomat töltöm a magyar parlamentben, és elég sok mindent megtapasztaltam már. Sok-sok emberrel találkoztam, és azt hiszem, hogy vagyunk úgy, amikor azt látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik az ügyeknek, a fontos ügyeknek is a fonákját látják, és vannak, akik a színét. Mi azok közé tartozunk, akik a színét látjuk, tehát nyilván mindenben lehet valamilyen olyan tényezőt keresni, amely kifordítja, átforgatja, átbillenti és negatív oldalról közelít meg nagy és nemes nemzeti ügyeket is. Szerintem Magyarország egy történelmi lehetőség előtt áll, még talán mondhatom így jelen pillanatban is. A fővárosi közgyűlés döntött erről, ugye a városok pályáznak az olimpiára, 2015. júniusában ezt megelőzően a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése teljes mellszélességgel egyhangulag szavazott az olimpia mellett, hogy Budapest pályázzon. A fővárosi közgyűlés 93%-os szavazattöbbséggel egyetlen nem és egyetlen tartózkodás mellett szavazott a pályázat benyújtása mellett a 24-es olimpiára vonatkozóan. Ebben egyébként egyhangulag támogatták a fővárosi közgyűlésben az Együtt párbeszéd, a Jobbik, az MSZP, a Fidesz és a KDNP megválasztott képviselői is. Majd 2015. július 6-án az országgyűlés több mint 80%-ával pozitív támogatásáról biztosította a pályázatot. Nyilván, amikor azt kérdezi ön, hogy ez kinek az olimpiája, hát ez a magyarok olimpiája. Ebben most ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy ki milyen színekben, milyen pártállással vonul föl. Én azt hiszem, hogy ez egy nagy lehetőség, azért nagy lehetőség, mert az Agenda 2020, amely lehetővé tette az, hogy ilyen nagyságrendű városok is pályázhassanak, mint Budapest, ez nyitotta meg a lehetőséget, és ez adott mindannyiunk számára történelmi esélyt. Ön is sportember, pontosan tudja, hogy a sport mit jelent a magyar emberek számára. Ez egy közös nyelv, amit mindannyian beszélünk és értünk. Ez egy reális és észszerű és gazdaságos vállalkozás lenne Magyarország számára. Én sajnálom, hogy vannak olyan emberek, akik másként látják. Természetesen mi ezt szerint járunk el. Én magam személy szerint továbbra is támogatom az olimpia rendezési jogát. Én remélem, hogy minél többen vagyunk emellett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Viszont válaszra megadom a szót Ikotics István képviselő úrnak, az országgyűlés jegyzőjének. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, mit szokott tenni az önök kormányzata, vagy akár a Fidesz, amikor úgy gondolja, hogy egy nemzeti ügy előtt áll? Megkérdezi az embereket, hirdet egy népszavazást, elindít egy nemzeti konzultációt, ahogy szokták mondani.
Azt gondolom, hogy ez a megkülönböztetője sok esetben azoknak, amiket önök nemzeti ügyeknek neveznek, és felhangon ezt mondják róla. Miért nem tette meg ezt a Fidesz? Miért nem tette meg ezt a kormányzat, hogy megkérdezte az embereket arról, hogy szeretnének-e 2024-ben Budapest olimpiát? Nincsen kifogásunk az olimpia ellen, nagyon is szeretjük a sportot. Azt gondoljuk, hogy nagyszerű lenne, ha Magyarország egyszer egy olimpiát tudna rendezni. Azt is látjuk, hogy ennek mekkora gazdasági terhei vannak, mit ró ez az ország egészen pontosan. A kérdésem, miniszter úr, ismét felteszem, úgy hangzott, hogy ki döntötte ezt el, hogy nem kezdeményeznek erről egy népszavazást, hiszen minden nemzeti ügyről önök népszavazást szoktak indítani, illetve az, hogy mekkora költséget fordítottak erre eddig. Várom válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Viszont válaszra egy perces, viszont válaszra miniszter urat is megilleti. A szó parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm szépen. Én úgy vagyok ezzel, hogy egy ilyen történelmi esély, egy történelmi lehetőség előtt azt kell mondjam, hogy szinte evidens az, hogy egy nemzeti ügyről van szó, mert nem sikerült még olimpiát rendeznünk, ott vagyunk az első 10 nagy nemzet között, akik eredményesek okán nyugodtan megtehetjük mindezt. Ráadásul ismétlem, az Agenda 2020 esélyt ad arra, hogy ez értelmesen pályázzunk. Az szomorú, hogyha egy ilyen kérdés pártpolitikai ügyé válik, amely nemzeti ügy, de ez pártpolitikai kérdés, és vált, ez szomorú, egységet kellene szerintem fölmutatnunk. Az, hogy mennyit szántak eddig tervezésre és kivitelezésre, azt tudnám mondani, hogy az elmúlt időszakban 2010-től képviselő úr évente mintegy 30-40 világversenynek adtunk otthont. Európa-bajnokságnak, világbajnokságnak, világkupának. Folyamatosan épülnek azok a létesítmények, amik egyébként úgy is megépülnének egy olimpia rendezése kapcsán, mondjuk 70-80%-ban. A többit kellene csak egy picit többet hozzátennünk, és akkor tudnánk rendezni egy nagyon komoly olimpiát, amely a nemzeti büszkeségünket jelentős mértékben emelhetné mindannyiunkét, pártállásról tekintet nélkül. Én ebben látok esélyt, sajnálom, hogy idáig fajultak a dolgok, bízunk benne, hogy még nem reménytelen a helyzet. Köszönöm szépen!